Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet, olvassuk Jézus szavait a Szentírásban. De vajon ki lehet misszionárius? Mit akar a fesztiválmisszió és szükséges-e az online evangelizáció? Milyen kérdések foglalkoztatják ma a fiatalokat, és vajon miként lehet ezekre keresztényként hiteles válaszokat adni? Az Agapé mai adásában ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Horváth Csitári Boglárka, evangélikus missziói lelkész, mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető, a Mentál Odu Mentálhigiénés Központ alapítója és vezetője. 20 évvel ezelőtt még teológus hallgatóként csatlakozott a Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Fesztivál misszióhoz, amelynek csapata évről évre jelen van a hazai könnyűzenei fesztiválokon, és amelynek Boglárka ma már egyik vezetője, spirituálisa. Emmanuel Ilodikve, szalézi szerzetes, misszionárius, aki 6 évvel ezelőtt Nigériából érkezett Magyarországra, hogy fiatalokat vezessen a hit felé. 18 évesen lépett be szülőföldjén a szalézi rendbe, amelynek fő küldetése a fiatalok nevelése. Gánában és Libériában is eltöltött egy-egy évet misszióban. Filozófiát tanult és utcagyerekekkel is foglalkozott. Jelenleg a Sapientia Hittudományi Főiskolán végzi teológiai tanulmányait. Hegyesi Zita, kommunikációs és mentálhigiénés szakember, a kamaszlányokat megszólító Pure személyiségfejlesztő program egyik vezetője és mentora, melynek célja, hogy segítse a fiatalokat a kamaszkori válaszkeresésben és jövőképük tudatosításában. Zita 10 éven keresztül vett részt a Baptista Ifjúsági Misszió munkájában is, 5 évig vezetőségi tagként. Marti Zoltán, televíziós és online újságíró, akinek saját bevallása szerint két szenvedélye van, a hit és a magyar futball. Az M4 sportcsatorna riportere, aki 6 évvel ezelőtt megalapította és társaival együtt elindította a 777 blogoldalt, amely rövid időn belül a keresztény online média meghatározó részévé vált, és amelynek azóta is főszerkesztője. Vallja, a hit nem magánügy. Az asztal köré ülve arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit tapasztalnak, a fiatalok életében miként és mennyire van jelen a keresztény hit. Egy 2020-as ifjúságkutatás eredményei szerint széttartó tendenciákat figyelhetünk meg, mert 20 éves távlatban megfeleződött azon fiatalok aránya, akik az egyház tanítása szerint vallásosak, ma már csak 5%, miközben egyébként a fiatalok majdnem fele, 49%-a vallásos a maga módján. Ez végeredményben, főleg az utóbbi statisztika üzenheti-e azt, üzeni azt nektek, hogy van igény a spiritualitásra a fiatalokban? Biztos vagyok benne, hogy van igény a fiatalok között a spiritualitásra, főleg arra, hogy egy kicsit megálljanak, elcsendesedjenek, egy teljesen más környezet vegye őket körül, mint különben ebbe a zűrzavaros, sokszor feszített tempójú világban. És én talán ezzel magyarázom a statisztikának ezt a számát. Tehát, hogy arra, hogy valahol így lehessen megállni és szünetet tartani az életben, arra biztos, hogy van igény, és az, hogy ez egy spirituális szinten valósuljon meg, arra is azt gondolom, hogy van igény a mai fiatalságban. Nekem eszembe jutott Pászkának az az idézete, hogy minden embernek van a szívében egy Isten alakú űr, néha így fordítják, de néha meg vákuumnak, és én ezt nagyon szeretem a vákuum kifejezést erre, mert hogy a vákuum az, ugye, ami mindenfélét magába szippant, és nekem egy kicsit ez a kutatás ezt is mutatja, hogy ott az az űr a szívünkben, mindannyiunknak, és az a kérdés, hogy most az Isten az a Jézus Krisztus, aki oda bekerül, és akkor már utána nem szippongat, mert hogy az már teljes, vagy mindenféle más. És egy picit ez a maga módján vallásosság, az, hogy kicsit mindenre nyitott vagyok, egy kicsit mindenbe bele szippantok, ez mutatja nekem egy kicsit ez a statisztika, és ezt is tapasztalom alapvetően. Tehát kíváncsiak a fiatalok, és keresgélnek, és ahol megtalálják a helyüket, akkor ott maradnak? Igen. Igen, azért igen mondok, mert szerzetesként találkozok fiatalokkal, aki vidékről kerültek itt Budapestre, vagy egyetemre, vagy szakiskolába. És benne lehet látni, hogy sokszor próbálnak kérdezgetni, hogy akkor a szalézióknál, mert hát hallnak rólunk, hogy akkor milyen lehetőségek vannak, milyen közösségek vannak, ahol tudnak csatlakozni. Szóval igen,
Igen, kíváncsiak is akarnak is valahova tartozni. Zoli, ti már hosszú évek óta egy keresztény blogot írtok jó néhányan. Inkább azoknak írjátok, akik a 49%-ba tartoznak, és a maguk módján vallásosak, vagy inkább a szűk 5%-os magnak? Nehéz azt megszabni, hogy lenne egy olyan konkrét célcsoport, akiknek írunk. Tehát nem az a célunk, hogy csak olyanokat vegyünk célzó víz alá, akik a születésük óta a templomban mászkálnak. Visszatérve még egyetlen gondolat erejéig. Isten olyan zseniálisan teremti meg az embert, hogy szabad akaratot ad neki, de ugyanakkor meg mégis azt csinálja, hogy egy picit beleteremti azt a űrt, amiről az Ita is beszélt az előbb, hogy mindig keresni akarja az Istent. Lehet, hogy nem Istenben találja meg ezt, de mindig keresni akarja. Olyan ember, akit legyen szó fiatalról vagy nem fiatalról, akit egyáltalán nem érdekel az a kérdés, hogy van-e Isten, olyan nagyon kevés van. És ezért van az egyébként, hogy visszatérek a kérdésedre is, hogy egy nem hívőt is érdekelnek azok a tartalmak, amelyek gyakran nálunk vannak, és nem feltétlen azért, mert egyetért velük, hanem azért, mert ő is szeretne ezekre a kérdésekre választ kapni, vagy legalábbis megnézni azt, hogy egy keresztény, aki ugye nevében Krisztus követő, vajon milyen válaszokat gondol jónak erre a kérdésre. Hidegen nem hagyja, lehet, hogy nem ért vele egyet, lehet, hogy kritizálja, lehet, hogy azt mondja, hogy a középkorból ide verbúválódtunk, de mégis érdekli. Na de miközben keresésről beszélgettek, meg űrről, meg kíváncsiságról, azért a statisztikának ott van a másik része is, és ízlelgessük ezt a kevésbé jó ízű számot is, hogy 5% az, aki az egyháztak tanítása szerint vallásos. És szerintem mindannyian tapasztaljuk, hogy ahogy körülnézünk vasárnap a templomban, évek során azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyre kevesebb fiatal vesz körül minket. Minek tudjátok ti be ezt a tendenciát? Szerintem iszonyatosan túlterhelt a világ abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon sok elvárása van, nem csak a fiatalok, de minden ember felé. És hogyha ezzel találkozik egy fiatal, mondjuk az egyház szintjén is, hogy mennyi elvárásnak, mennyi törvénynek, mennyi parancsolatnak kell megfelelni, ez azért nagyon hajlamosít arra, hogy így elidegeníti a fiatalokat attól az egyháztól, amiben csak azt érzi meg esetleg, hogy elvárások vannak, meg kell felelni. Tehát, hogy valahogy úgy kellene közelebb lépni a fiatalokhoz, hogy ne csak ezt a törvénykező, ítélkező dolgot képviseljük, hanem valahogy úgy megszólítani őket, hogy ne csak ez jöjjön le nekik, hogy mennyi mindennek meg kell felelni, hanem hogy van egy olyan része, amivel elfogadom őt, hordozom az ő terheit, befogadom abba a szeretetbe, amit tulajdonképpen a Krisztus ad számunkra. Nagyon egyetértek egyébként, mert sokszor azt mondjuk, hogy milyen korlátokat emel az egyház mondjuk az emberekhez, és ezt egy ilyen tilalomnak gondoljuk. De hogyha úgy gondolkozunk, hogy ezek a korlátok abban segítenek, hogy te ne zuhanjál le, akkor egészen máshogy gondolkodik az ember. Szerintem nagyon keveset beszélünk, én magam is fiatalkoromban, az iskolai hittanórákon, lehet, hogy az egész egyház történelmet fejből tudtam, ez nem igaz, de az viszont egészen biztosan igen, hogy kevés információt kaptam arról, hogy Isten mennyire szeret, és hogy mennyire, és a szeretetből teremtett, és hogy ez a szeretet az, ami egy életté fakad, és hogy én ezért élek, mert Isten szeret. Tehát egészen más, én azt tapasztalom, amikor előadásokat tartunk, hogy amikor elmondjuk, hogy Isten mennyire szeret titeket, főleg egy olyan időszakban egyébként, amikor a családi modellekben egészen hiányzik az apakép, hiányzik az, aki igazán szoros kapcsolatban tudsz, akivel igazán szoros kapcsolatban tudsz lenni, óriási hiány. És amikor felfedezed azt, hogy van, aki gondoskodik rólad, van, aki szeret téged, nagyon szeretem azt a szót, hogy gondviselő, van, aki a gondodat viseli, nem oldja meg, de viseli a gondjaidat, akkor egészen máshogy fogsz. Én abban az Istenben, amivel gyakran rágalmaznak bennünket, hogy mi, vagy vádolnak minket, hogy milyen istenképünk van, abban az Istenben én sem tudnék hinni. Az nem a mi Istenünk. Igen, mert ide abszolút csatlakoznék mind a kettőtökhöz egyébként, hogy itt az elvárásokhoz, hogy én azt gondolom, hogy nem csak az a nehéz, hogy van egy elvárásrendszer, aminek nem biztos, hogy meg tudok felelni, hanem az is, hogy ezekben az egyházi közösségekben azt látják a fiatalok, hogy hoppá, aki elvárja, az se felel meg az elvárásainak. És akkor ott jön az, hogy hiteltelenné válnak olyan emberek, akik Istent mutatják be valamilyen módon számukra. És ebből vagy lehet az, hogy ezen túl tudok lendülni, és végig tudom gondolni azt, hogy az ember is ember, és akkor itt csatlakozok az Olihoz, és hogy az Istenről meg van egy tudásom, hogy amit ő kijelentett a Szentíráson keresztül, hogy ő milyen, akkor azzal van kapcsolódásom, akkor ebből a gyermeki hídből, ami ugye összemos egy csomó mindent, meg amiben ugye az van, hogy Jézus szeret minden kicsi gyereket, és ez továbbra is igaz marad,
De az, hogy formálódik-e az Isten képen, formálódik-e a közösség szerepéről, vagy az önmagamról, vagy a saját felelősségemről alkotott képem, vagy ott megmaradok, hogy kiábrándulok az egyházból egy-két-három ember miatt, vagy egy elvárásrendszer miatt, vagy egy hamis Isten kép miatt, és akkor utána berakom magam a 49%-ba, remélem jól mondtam, és akkor én magam úgy vagyok vállásos, mert egy kicsit keresztény is vagyok, de azért egy kicsit namaste is, meg egy kicsit buddhista is, meg egy kicsit minden más is vagyok, amitől éppen úgy érzem, hogy jól érzem magam. Emmanuel testvértem, nagyon messziről jöttél, hogy a magyar fiatalokkal foglalkozz, de egy helyen azt nyilatkoztad, hogy már Nigériában kisfiúként is felmerült benned az igény, hogy majd, ha nagy leszel, ha felnőtt leszel, emberekkel és leginkább fiatalokkal foglalkozz. Meséld el kérlek szépen, hogy lett ebből az érdeklődő nigériai kisfiúból egy Magyarországon szolgáló, fiatalokat szolgáló misszionárius. Hát latinul azt mondják, hogy ez ilyen misserum fidei. Szóval hát az ember tervez, de a jó Isten végez. Igen, volt bennem azt a vágy, azt a gondolat, hogy majd emberekkel szeretnénk foglalkozni, de nem tudtam hogyan. Lehettem is szociológus vagy pszichológus, de egy dolog, ami szoktam kiemelni, amikor erről beszélek, az, hogy a közösségnek az ereje. A katolikus ifjúsági közösségnek az ereje. Mert az egy dolog, hogy bennem volt ezt, de az másik dolog, hogy volt közösség, ahova tartoztam, volt egy lelkivezető, akivel beszéltem erről, és volt is barátaim, aki támogattak. Hogy figyelj, ha erre hív a jó Isten, bele kell vágni, próbál meg. Szóval így kezdtem, hogy amikor erősebb volt ezt bennem, akkor egy ifjúsági közösségben voltam, és akkor beszéltem lelki vezetőmmel, és akkor úgy javasolt, hogy rögtön a szalézi rend. És így mentem hozzájuk. Úgyhogy előbb már jelentkeztem az egyetemre, mert ilyen kommunikáció akartam tanulni. Szóval a szalézióknál voltam, és mellette is hívták az egyetemen. Szóval kellett döntést hozni, vagy szerzetes szalézióak, vagy egyetemre. Emlékszem még, amikor felhívott a nővérem, és akkor mondta, hogy most már. Még egy vizsgá kellett tenni, és akkor egyetemre mehetek, és akkor mondtam neki, hát most már elkezdtem ezt a szalézi irányt, még fiatal vagyok, hát amikor még fiatal, most már öregem vagyok egy-két. Még fiatal vagyok, de ha nem erre hív a jó Isten, akkor mindig van visszatérés. És hogy jöttél Magyarországra? Repülővel rendben, de hogy milyen utat jártál be, hogy itt legyél közöttünk, és itt misszionálj? Ide küldött a rend. Mert úgy van nálunk, hogy nem kötelező misszióba menni, hanem aki szeretne misszióba menni, akkor egy levelet kell érni a rendfőnök atyának, hogy szívesen megyek misszióba. És van két lehetőség. Vagy egy nyitott levelet érni, hogy bárhova, hol van szükség, küldenek, vagy egy ilyen, hát kicsit zárt levelet, mint hogy írod, hogy most Afrikában, Ázsiában akarok menni, és akkor Ázsián belül próbálnak keresni. Szóval amikor éreztem a szívemben, hogy Isten erre hív. Tudod, hogy amikor a jó Isten hív, hát nem hagy békén, úgy, hogy még a szívedben van, de ad azt a lehetőséget eldönteni, de még mindig benned marad. Szóval amikor látom, hogy tényleg erős bennem ezt a vágy, ezt a hívás, akkor írtam a levelet, úgyhogy nyitott levelet írtam, hogy bárhol, ahol kell egy misszionárius, szívesen megyek. Kaptam egy e-mailt, köszönöm, Emmanuel testvér, Magyarországra kell menni. Azt se tudtam, hol van. Szóval rögtön kérdeztem Google bácsi, hogy akkor merre vagy hova. És akkor így. Szóval ide küldött a jó Isten, a rend keresztül, és így érkeztem itt Magyarországra. Na és mit érez az, akit magyarként küld a magyar fiatalok közé Isten misszióba? Hogy lehet szólni akár mondjuk a kortársakhoz, vagy hogy lehet szólni egy fesztiválon a fiatalokhoz? Mert hogy a fesztivál missziók így nyáron felpörögnek bizony. Igen. A közös pont fesztivál misszió az, amiről most említést tettél, és hát ez a fesztivál misszió, ez már a 2000 évben
indult tulajdonképpen, már 22 éve vagyunk a fesztiválokon. Igazából egy baráti társaság döntött úgy, hogy milyen jó lenne, hogyha elmennénk a fesztiválra, és akkor így képviselnénk a kereszténységet, és aztán megfelelő embereket szólítottak meg az egyházaknál, a katolikus, a református és az evangélikus egyházaknál, a ifjúsági bizottságot, és az ő tulajdonképpen támogatásukkal mentek először ki a Sziget Fesztiválra, aztán a Volt Fesztiválra, EFOT-ra, Hegyalja Fesztiválra, Ördögkatlanra, 18 és 33 éves korú fiatalok mennek ki a fesztiválra, és önkéntes alapon ebbe a közös pont sátorba beülnek, és beszélgetnek olyan fiatalokkal, akik betérnek ebbe a sátorba, a fesztivál lakókkal tulajdonképpen. Ezt úgy fogalmazzátok meg, hogy ez egy jelenlét misszió. Szerintem külön-külön még csak-csak értjük ezt a két kifejezést. Mit jelent egyben? Igen. Azt jelenti, hogy a közös pont misszió tulajdonképpen nem egy direkt misszió, nem az van, hogy beülünk a sátorba, és akkor úgy direkten behívjuk az embereket, hogy akkor gyere be, és akkor mi beszélgetni akarunk neked Jézusról és Istenről, és térjél meg, és mert az jó lesz neked, mert Isten szeret, hanem sokkal inkább azt szeretnénk kifejezni, hogy ott vagyunk, jelenlétben vagyunk, és tulajdonképpen, hogyha betérsz hozzánk, akkor beszélgetünk veled, és minden fesztiválnak van egy tulajdonképpen programja, vagy egy témája, amire felfűzzük ezeket a beszélgetéseket, akár lehet ilyen, hogy a mi atyánknak a kérdéseire felfűzzük, akár olyan témákat hozunk be, hogy ki vagy te, honnan érkeztél, mi a magasság, mi a mélység az életedben, és nagyon népszerű program, és ez már 20 éve megy, ez a Rajzolj Csokiért, gyere be és rajzolja témával kapcsolatban, és nyilván a fesztiválon azért tudjuk, hogy mennyire ki vannak éhezve a fiatalok az ételre, akár csak egy szelet csokoládéra is, és bejönnek a fiatalok, mi ez a sátor, mondjuk, hogy keresztény sátor, és hát nyilván van két válasz erre, vagy az, hogy elkezd egy kicsit lázadni, és azt mondani, hogy ő mennyire nagyot csalódott az egyházban, és ennek a csalódottságának hangot ad, vagy pedig egyfajta nyitottsággal szólít meg bennünket, és érdekli az, hogy olyan témákról beszélgessünk, ami az ő életét is alapvetően meghatározza, akár a származása, az élete, hová tart, mi a célja. Viszont akkor ti is azt tapasztaljátok, amit Zoli mondott, hogy közöny kevéssé, valamilyen hozzáállás mindenképpen van, tehát valamit ez a válasz, hogy hát ez egy keresztény sátor, ez kivált belőlük érzelmi szempontból is? Igen, abszolút, és egy nagyon-nagyon népszerű sátor a fesztiválokon, a közös pont sátor, mert pont azt érzik meg, amit képviselni is akarunk, azt a fajta odafordulást, lehajolást, meghallgatást, amire nagyon nagy szüksége van a mai fiataloknak, hogy csak úgy oda telepedjen valaki mellé, és valaki csak meghallgassa, és ezt szavakkal is nyilván kifejezik, hogy mennyire jó volt, hogy itt meghallgattak engem, hogy itt elmondhattam, hogy itt egy kicsit lecsendesedhettem a fesztivál forgatagába, zajába, itt meg lehetett állni, és megpihenhettem. Ez nagyon-nagyon fontos a fiataloknak. És fontos úgy általában véve a keresztény jelenlét is a világban, mert egy fesztiválon most már tudjuk, hogy nagyon fontos ez az attitűd. Ki kell ezt terjesztenünk általánosságban is? Másoknak, a nem keresztény világnak nem lesz fontos. Tehát, hogyha mi nekünk fontos, akkor nekünk kell érte tenni, hogy kin legyünk a világban. Márpedig mi ezt a küldetést kaptuk egyébként, hogy menjetek és terjesszétek az evangéliumot, terjesszük az örömhírt. Tehát nincsen nagyon más lehetőségünk. Én nem is szeretem egyébként, amikor úgy gondolkodunk arról, hogy misszionárius, mint hogyha egy ilyen kis buborék lenne, hogy vannak emberek, meg vannak a misszionáriusok. Minden élet szerintem egy misszió. Minden ember egy misszionárius a maga módján. Nem kell ahhoz, nagyon jó, hogy itt van Emmanuel testvér Nigériából, miért valaki félreérti, de azt gondolom, hogy a saját kis életünkben is nem kell a szerzetesnek ahhoz elmenni, hogy missziót tudjunk végezni. Az, hogyha önazonosan vállaljuk a hitünket, hogyha beszélünk arról, azokról az értékekről, amelyek nekünk fontosak, azzal már egy missziót csinálunk. De azt gondolom, hogy mindannyiunknak küldetése van, hogy ebből a szóból indulunk, és küldetés jelent a misszió. Mindannyiunknak az a küldetése, hogy a saját életünkkel példaképet tudjunk lenni, és ez nem gondolom azt, hogy már óvodában glória kell, hogy legyen a jelünk, és akkor egy ilyen kézzel már gyakorlatilag egy hatalmas szentekként kell lennünk, hanem pont azt megmutatni, hogy ugyanúgy, és a hét pont erről szól, és ne tagadjuk el, hogy Gergely, ebben neked komoly érdemed van, hogy egy bűnös emberek vagyunk, akik viszont tanúságot teszünk az életünkről. Nem azt mondjuk, hogy mi valami
lovon bevágtatunk az emberekbe közé, és azt mondjuk, vagy pláne nem az emberekbe, hogy térjetek meg, és ha ezt nem csináljátok, el fogtok kárhozni, hanem azt mondjuk, hogy tessék, itt vagyunk mi is ugyanúgy tele bűnnel, tele szenvedéssel, tele fájdalommal, és tudjuk, hogy van egy gondviselő, aki szeret minket, és hogy csak elmondjuk az életünket, és akit ez érdekel, az olvassa. Zoli, múlt héten ugyanennél az asztalnál beszélgettünk az online tér és főleg a közösségi hálók veszélyeiről és arról a sokszor lelki nyomorról, ami ott felelhető. Amit most elmondtál, azt ott is érvényesnek tartod és ott is működik? Szerintem abszolút. Tehát az online térben mit keres az ember? Olyan kapaszkodópontokat keres az életében, amiket lehet, hogy nem talál meg a nem online térben. Nekünk ezeket a kapaszkodópontokat érdemes felajánlanunk, de én saját magunkra nem helyeznénk akkora nyomást, hogy azt mondjuk, hogy mi ezek akarunk lenni, és mi meg akarjuk mutatni nektek az utat, és ez az út. Tudjuk, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet. De én nem sem magunkra, sem másokra nem helyeznék ekkora nyomást. Én csak azt mondom, hogy tegyél tanúságot az életedről. Ha már azzal, hogy keresztet vetsz a gyors étteremben, mielőtt elkezdett az ebédedet elfogyasztani, az már tanúságtétel. Piciben gondolkodjál. Szerintem ez a kulcs. Mert ha úgy gondolkodunk, hogy ez egy ilyen kötelező feladat, abból az én tapasztalatom szerint nagyon gyakran manír lesz, nagyon gyakran egy megjátszás lesz. Mit mond erre a misszionárius, aki egyébként szintén intenzíven jelen van az online térben? Ha jól értettem, amit már korábban beszéltünk, azért, pont azért, hogy a fiataloknak tudj lelki tartalmat is adni, annyi minden jön szembe velük, ugye? De igen. A misszionárius ott lelki tartalmat kéne. Hát még ehhez egy kicsit... Teljesen egyetértek veled, mert mi maga a misszió? Hát evangelizáció. És ez mindnyájunknak a felelősség. Hát azért vagyunk keresztény, hogy tegyünk tanúságot Krisztusról. De visszatérve a kérdésedhez, igen, kezdtem a... Mert az éreztem, mert nálunk a szalézióknál van ilyen, hogy oratórium. Egy hely, ami befogad, egy iskola, egy ház, egy udvar, ahol lehet bárkivel játszani, és egy templom. Szóval az jelenti, hogy minden délután nyitva van a házunk, fiatalok, gyerekek jöhetnek, fiatalokkal szervezünk program nekik, és a célunk az, hogy ne várjunk, hogy a templomba jöjjenek hozzánk, hanem kimegyünk, találkozunk velük, utána meghívunk. De nem meghívunk, és egyedül megyenek, hanem meghívunk, és együtt megyünk a templomba. Szóval amikor én is látom, hogy rengeteg fiatal fönt van YouTube-on, Instagram, Facebook, TikTok vagy taktik, nem tudom, hogy mondják, TikTok. És akkor mondtam, hogy itt is kell, hogy oratórium legyen. Kell, hogy elhangzon az igét, a jó Istennek a szavát. Szóval azért elkezdtem, egy kicsit minden reggel megosztok a napi evangélium, de úgy, hogy nem csak úgy mutatni, hogy akkor olvassák, és én nem olvasok. Az képmutató. De elsősorban én elolvasok, az alapján válogatok egy képet, ami rászól, és utána kiteszek Facebookra, Instagramra, és TikTok is, néha is csinálok egy ilyen rövid gondolat, de az a legfontosabb számomra, hogy kell, hogy szóljon Krisztusról, nem rólam. Mert ez a veszély, amikor az ember akar sztár lenni. 200 fiatal követ téged, 2000 fiatal néz rád, amikor előadást ad, és akkor gondolod, hogy te vagy fontos. Nem én vagyok fontos. Krisztus adott adatságot, bárki is csinálhat, amit én csinálok. Szóval én csak eszköz vagyok Isten kezébe. És neki ő kell képviselnem, ő kell erőre tenni, és akkor utána követek. Szóval a célom ezzel az, hogy szóljon Krisztusról, legyen valami is, ami az evangéliumról szól, ezeken a felületeken is. Ez itt a 10 évig vettél részt nagyon intenzíven a baptista ifjúsági misszió szolgálatában. Ugyanezeket te is tapasztaltad, hogy így megnőtt a misszióban is, az evangelizációban, a közösségi média és az online tér szerepe, és ott megszólíthatók a fiatalok? Részben igen, részben kérdéses számomra, hogy ez hogyan mi volt az, ami kérdésesítette? Alapvetően én 5 évig a vezetőségben voltam benne, és egyébként a kommunikációért feleltem, de nekünk az volt a célunk, hogy a helyi közösségeket erősítsük meg, mert hogy mi úgy definiáltuk magunkat, úgy definiálják most is, akik a vezetőségben vannak, hogy szolgálók szolgálói vagyunk. Tehát, hogy mi azok felé segítünk, szolgálunk, akik ott vezetik az ifjúságokat, ott aktívan szervezik a közösségi életet gyakorlatilag a gyülekezetekben. És nálunk az volt a módszer, hogy ez a nagyon fontos, hogy ezeknek
a fiataloknak, akik ott ilyen nagyon fontos szerepet játszanak az adott helyi közösségnek az életében, és legyen szó Békés Csabáról, Kaposvárról, Szentendréről, stb. Ők ki tudjanak nyúlni azok felé, akikkel ők kapcsolatban vannak. Tehát hogy az volt az elsődleges célunk, hogy így a helyi lehetőségeket használják fel, és a saját kapcsolatrendszerüket használják fel, mert hogy még mindig ott tartunk, hogy a leghatékonyabb mód, akár csak elhívni egy személyes találkozóra is valakit, vagy egy találkozóra, egy rendezvényre valakit, az akkor van, ha én felveszem a telefont, és felhívok valamit, vagy jó, ma már nem hívunk fel senkit, messengeren írok valakinek ugye egy üzenetet, de hogy ő tudja, hogy én ki vagyok, hogy nem csak így látatlanva. És emiatt gondolom azt, hogy így a missziónak a fókuszát, az továbbra is a kapcsolatokon kell tartanunk, és az azért is nagyon fontos, mert pont, hogy a kapcsolatok sérülnek ebben az időszakban, most akár a pandémia idején is, de alapvetően így a korszellemben, vagy abban a működési módban, amire átálltunk, a kapcsolatok sérülnek. És hogyha ezeket a kapcsolatokat, és erre szerintem nagyon jó példa nektek az offline rendezvényeitek, nem erősítjük meg, akkor ott marad az a szakadék, és onnantól kezdve megnézheti bárki a YouTube videómat, nagyon jó, de hogy akkor ő egy maga módján vallásos ember lesz, vagy egy ilyen kis sziget keresztény, és nem olyan, aki tud kapcsolódni másokhoz. Tehát szerintem ezért nagyon fontos, hogy a kapcsolatokat erősítsük meg. És akkor a másik oldala, hogy nekünk az nagyon fontos volt, hogy a rendezvényeinkről készüljenek videók, ahol látják azt, hogy ezek a fiatalok normálisak, tehát hogy nem a középkorból vannak szalajszva, jé, röplabdáznak, jé, pingpongoznak, csocsóznak, és persze ott van a dicsőítés is, ott van a tanítás is, és hogy ezek a normálisan működő, normálisan kinéző fiatalok várnak szeretettel téged, hogyha szeretnéd, kapcsolódj. Zita már megpedzett egy olyan problémát, amivel a fiatalok küzdenek ma, hogy kevés kapcsolódásuk van, kevés emberi kapcsolattal rendelkeznek, részben pont az online tér végtelensége és kiszámíthatatlansága miatt. Milyen problémákat tudtok még azonosítani, amire tekintettel kell lenni egy kereszténynek, és nem csak egy misszionáriusnak, amikor misszióba indul a fiatalokhoz? Mikkel küzdenek ma a fiatalok? Szerintem a talán legfontosabb fogalom számomra, amikor misszióról van szó, az a kilépés. Tehát, hogy kilépni közéjük, és megmutatni, hogy valóban mi kik vagyunk, mik vagyunk, mert nagyon sok fiatal, de akár felnőtt ember is azt látja, hogy mindenki bemegy a templomba, de hogy egy nagy-nagy misztikum veszi körül az egészet. És hogyha kilépünk közéjük, és úgy hívjuk be őket, mint ahogyan te is mondtad, az egy teljesen más perspektívát ad az egésznek, és ami nekem még így nagyon fontos ebben, hogy egyfajta hordozás, vagy egyfajta olyan nyitottság feléjük, egyfajta részvét az ő életükbe, ami hordozza az ő magasságaikat, mélységeiket is, és mindazt, amiben ők benne vannak a mindennapokban. Tehát részvétel az ő életükbe, és részvétel a saját életünkben is olyan formán, hogy lássák azt, hogy mi hogyan éljük meg a hitünket. Azt tapasztaltam most úgy, hogy 6 év vagyok itt, de nem csak itt, még ahol szolgáltam, hogy néha a fiatalok nem kapnak szeretet meghallgatást. És ez is a családban. Úgyhogy akar anyunak mondani, de anyunak nincs ideje. Vagy hallgat, és nincs türelem hallgatni végig. Már a gyerek elkezdte mondani, anyu már elmondta mindent, vagy apu. Szóval az látom, hogy sok fiatal igényelnek, hogy valaki hallgass már meg. Szóval hiába emberek vannak, hát ahol vannak, de még senki nem hallgat. Mert hát biztos, hogy ti is látjátok, hogy annyira sietünk, hogy nincs idő. Mert mindenkinek nincs idő. Az is érdekes, hogy egy általános gyerek is nincs ideje. És akkor mondtam, mit csinálsz? Hát iskola után elmegyek trombitázni, trombita után elmegyek úszni, utána elmegyek fotizni. Hát gyerekek is sietnek, szülők sietnek, fiatalok, mindenki siet. És néha elveszítjük ezt a legfontosabb, hogy újjunk le, beszéljünk meg. Szóval sok fiatal ezzel küzdenek, hogy senki nem tud teljesen, tényleg figyelmesen hallgatni. És azzal, hogy nem hallgatjuk meg őket, egyszerűen beléjük szorítjuk nem csak a szót, de az érzéseket, a dühöt, a csalódottságot, a megcsaltságot, minden olyan érzést, ami pusztítja őket belülről.
És hogyha valaki meghallgatja őket, és tényleg oda megy, oda telepszik melléjük, és azt mondja, hogy itt vagyok, meghallgatlak, nekem mondhatod, akkor ez egy fantasztikus erőforrás lehet a fiataloknak. Az is érdekes, bocsánat, még ez pluszba, mert amikor mi is mintegyrend észrevettünk, mert úgyhogy fiatalokkal foglalkozunk, azért is pár testvérem, mint Szalézi, font vannak Facebookon, mert a fiatalok tudják, hogy elérhetők. Bármikor tud neki érni, ha nem válaszol, akkor az jelenti, hogy a szolgálatban van, de utána válaszol. De az nem jelenti, hogy azt a lelki beszélgetést Facebookon fog tovább folytatni, hanem ez csak egy ilyen, itt vagyok, érj el nyugodtan, ha bármi van. De utána akkor egyeztetünk egy időpontot, és akkor majd offline találkozunk, és megbeszéljünk. Szóval azt gondolom, hogy a szülők nagyon fontos. Hiába, jó, tudom, hogy mindenkinek dolgozni kell, pénzt kell keresni, család kell tartani, de fölösleges, ha van több pénz, a gyerek van mindene, és a lelki béke nincs. Szóval a meghallgatás, azt gondolom, hogy nagyon fontos. Felfedeztél, Emmanuel testvér, különbséget az afrikai és az európai attitűd hozzáállás között ezen a téren mondjuk? Vagy mik voltak a legfontosabb eltérések, amikkel szembesültél, amikor idejöttél Európába? Hát tudod, hogy afrikai kultúra van ilyen maga a közösségnek az ereje. Hogy a gyerek nem csak az enyém, hanem mindenki. Szóval van ilyen, hogy akkor nincs paprika, fúz, és közben nincs paprika, és akkor beugrok a szomszédhoz, hát nálatok van paprika? Van. Jó, akkor kölcsön ad, és akkor tovább fúzok. Nincs ilyen, hogy akkor jó, akkor be kell fejezni, megyek Spárba, és akkor veszek paprikát, és utána visszajövök, és akkor folytatjuk. Szóval ilyen közösség gondolkodás, az már megvan az afrikai kultúrában. Ez is megvan az európai kultúrában, de az a tapasztalatom itt, hogy egy kicsit európai kultúra, egy kicsit mindenki a maga módján. Szóval eljövök misére a gyereke, hát a családommal, és utána elmegyünk, és utána hazamegyünk, mindenki csináljunk a dolgunk, ami nem rossz, mert ez kultúrától függ. Nálunk zajos élet van, szóval utcán szól a zene, kiabálok össze-vissza, megyek most az utcán, ott van a hát ismerősem, kiabálok, Pistike, ott vagy bent, Pisti, lejön, és akkor beszélünk ilyen, kiabálunk, és utána elmegyünk. De az nem jelenti, hogy ilyen zajos emberek vagyunk, hanem hát örülök, hogy Pisti ott van a lakásban, szóval beszéljünk, és utána megyek. És ez nem zavar senki. Szóval ilyen szempontból látom ezt a különbség, hogy egy kicsit nálunk zajosabb az élet, Európában csendesebb az élet. Gondolom, lehet, hogy a hideg miatt, de nem tudom. Ezekben a napokban a hideget annyira nem tapasztaljuk, de akkor ez a most csendesebb... Most a meleg miatt. Igen, a csendesebb európai élet, individualistább európai életet jelent, és akkor Krisztus nélkülibb európai életet jelent? Amit látunk, az azt mondatja velem, hogy persze igen. De hogyha meg pont azt az éjséget, amiről eddig beszéltünk, azt megfigyeljük, akkor meg azt látjuk, hogy valahol nem. Tehát itt érzek egy ellentétet ebből a szempontból, hogy persze, minden arról szól, hogy individuum, egyedül, és utána meg azt látod, hogy mondjuk milyen érdeklődés van egy esemény iránt, amit szervezel, hogy mennyi üzenetet kapunk az olvasóinktól, hogy szeretnének csatlakozni hozzánk, mint közösséghez, és akkor mindig el kell mondani, hogy mi nem egy közösség vagyunk, hanem egy szerkesztőség és egy baráti társaság. Szóval, hogy ez nagyon érdekes, hogy van egy ilyen nagyon nagy igény. És ez abból fakad egyébként, pont ebből, hogy nem nincsenek meghallgatva. De azt is látom például, hogy amikor azt mondják nekem, hogy a mai fiataloknak nincsen kérdéseik, akkor az egy ilyen döbbenetes hazugság. Döbbenetes hazugság. Tele vannak kérdésekkel, olyan jó kérdésekkel, soha életemben nem tudnék ilyen jó kérdéseket föltenni újságíróként, mint amiket ők föltesznek, és néha csak álmulok és bámulok, hogy milyen jó kérdések, és bakker, hogy ez nekem nem jutott eszembe. És hogy az a kérdés, hogy kitől kapják meg ezekre a kérdésekre a választ? Mert meg fogják kapni a választ. Csak nem mindegy, hogy keresztény alapon kapják-e meg a választ, vagy egy egészen más értékrendszer szerinti választ fognak kapni, és utána pedig már nyilván eldönthetik ők, hogy melyik utat követik. De azt mondani, hogy majd gyertek be a templomba, és majd megkapjátok a válaszokat, az egy nagyon hamis kép szerintem. Hogyha nem azt mondjuk, hogy mi kimegyünk hozzátok, tegyétek fel a kérdéseiteket, mert mi hisszük, hogy vannak válaszaink, most nem a hét csapatára értem, hanem a kereszténységre értem általánosságban, hogy megvannak a válaszaink. Én szerintem ez egy óriási zicser nem ezt mondani, hogy gyere, meghallgatlak, gyere, tedd fel a kérdésedet, és hát ha tudok segíteni. Milyen kérdéseik vannak a kamaszlányoknak, és hogyan lehet azokat megválaszolni hitelesen? Hát mi ezt nagyon ügyesen megcsavarjuk ugye a Pure programban, mert hogy mi kérdezzük a lányokat.
Nekünk alapvetően a módszertanunk egy nagyon fontos rész az, hogy elképesztően sok kérdéssel dolgozunk. Nyilván aztán ők abból a saját kérdéseiket kiválasztják. De alapvetően ennek az életszakasznak ott van a nagy kérdése, hogy az önazonosság a szerepzavarral szemben ez a két ellentét, ami ebben itt súlya van ebben az időszakban, hogy megtalálom-e azt, hogy ki vagyok én, az önazonosságomat, vagy egy ilyen szerepzavarba kerülök, amikor egy kicsit ilyen kaméleon módra mindig úgy viselkedek éppen, de igazából nem tudom, hogy ki vagyok én, milyen az identitásom. Mert hogy ez a Pure program pont azt célozza, hogy a lányok megtalálják az identitásukat és kiteljesedhessenek benne, ugye? Természetesen igen, ebben segítünk nekik. Mi ugye egy személyiségfejlesztő programot valósítunk meg, és ugye nekünk az a célunk, hogy a lányok ne csak felnőjenek, hanem felnőtté váljanak. Nyilván ez egy alapozás, tehát itt kamaszkorban nagyon sok mindent átgondolunk, velük beszélgetünk róluk, és ez egy muníciót ad nekik ahhoz, hogy amikor ott vannak a fiatal felnőttkornak is a kihívásai, a felnőtté válás, akkor legyen mi mentén átgondolniuk, és pont az történik ilyenkor, hogy ebben a kamaszkorban ők végig gondolják az értékrendszert, amiben ők felnőttek, az, amit ők hoznak a közösségükből. És úgy, mintha én itt ebből a gyümölcskosárból szépen kiválogatják azt, hogy melyik az, ami, igen, hogy kérem szépen a lájmot, meg a banánt, és hogy a körte meg az olyan, ami még így gondolkozok, egy kicsit faragok. Nem biztos, hogy viszem magammal, vagy nem biztos, hogy úgy fogom csinálni, mint mondjuk a szüleim, vagy mint mondjuk az a közösség, ahol felnőttem, és hogy így találják meg azt, hogy mind a kapcsolataikban, mind a hivatásválasztás kapcsán, párválasztás kapcsán, ez egy ilyen elindulás, hogy lássák azt, hogy ki vagyok én, mik az én értékeim, hol van az én identitásom, milyen vágyaim vannak. Ez például egy nagyon nagy kihívása a mai kornak, hogy van egy ilyen útvesztő, hogy mindent is akarhatsz, mindenféle lehetőség van, és azt, hogy valójában mire vágysz, azzal dolgozni kell, mert az nem az első sugallat lesz, ami eszembe jut, meg nem a nem tudom milyen sminkreklám lesz, amibe fog ugrani, vagy valamelyik hollywoodi film. Akkor a kihívásaik közé sorolhatjuk azt is, hogy túl nagy a választék, túl sok gyümölcs van a tálon? Az igen, itt a lehetőségek kapcsán az abszolút, hogy a lehetőségek tárháza adott, és hogyha nem tudom, hogy merre orientálódjak, akkor nem fogok tudni választani. Tehát vagy ott maradok, hogy nem választok, vagy ott marad, hogy mindent is választok, és aztán összezuhanok ez az óriási teher alatt. Szóval, hogy igen, tehát hogy fontos az, hogy tudják, hogy akkor mik ezek mi van az én kosaramban. Érdekes volt ez a kifejezés, hogy a fiatalok ne csak felnőjenek, hanem felnőtté váljanak. Igaz ez a hitrejutás folyamatában is? Ott is meg kell ezt küzdeni? Igen, én azt gondolom, hogy abszolút igaz, hiszen talán már itt a műsor előtt is beszélgettünk Isten képekről, hitrejutásról, hitszületésről, és hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor egy embernek kialakul az Isten képe, az ugye mintázódik általában a szülőkből, édesapából, édesanyából, és hogyha mondjuk van egy szigorúbb szülőpáros egy gyermek mellett, akkor lehet, hogy lesz egy olyan Isten képe, ami egy szigorú, egy ítélkező Isten, egy kegyetlen Isten, és aztán amikor nő fel a gyermek, akkor azért ráeszmél dolgokra, hogy megérezheti azt akár egy közösségben is, hogy az Isten nem kegyetlen, nem ítélkező, hanem az Isten egy szeretetteljes Isten, és akkor elhagyja nyilván a gyermeki dolgokat, a gyermeki mintákat, megéléseket, és szépen kialakulhat neki egy olyan istenkép, ami mellé már annyira úgy tudja bensővé tenni, hogy az valóban az ő saját istenképe legyen. Egy már vallásos, mondjuk fiatal felnőttnek is szüksége van megtérés élményre? Én azt gondolom, hogy igen. És azt gondolom, vagy így saját tapasztalatból is tudom, hogy az sem elvitatható, vagy nem tagadható, hogy azért vannak az embernek így nagyon-nagyon mély pillanatai, vagy nagyon olyan megélése, amikor esetleg így eltávolodik az Istentől. Én sokszor szoktam azt mondani, hogy nem mindig csúcsra pörgetett a hit, akár még egy lelkész életében sem, hanem van az a mélység, ami azért így talán dacol éppen az Istennel, vagy harcol az Istennel, és akkor újra és újra vissza kell hozzá találni. És hogy azt is nagyon-nagyon megélem ebben, akár a gyülekezeti tagjaimmal kapcsolatban is, vagy az ő példájukon keresztül is, hogy az Isten ezért így nem haragszik, mert az Isten egy kegyelmes Isten, és ő mindig minket szeretettel vár, hogy visszataláljunk hozzá, de van olyan igen, hogy egy kicsit eltávolodunk, de pont azért szerető és kegyelmes Isten, mert mindig lehetőséget ad arra, hogy kapcsolódjunk hozzá. Az hitelesít, hogyha ezeket a kanyarokat a saját életünkből megmerik osztani?
bizonyos szempontból veszélyesebbé teszi, vagy sebezhetővé teszi az embert. Nem veszélyes, hanem sebezhetővé. Hiszen, hogyha az ember kirakja a hitét, akkor egyrészt nagyon kell ügyelnie arra, hogy azt ne egy ilyen rutinból csinálja. Nekünk ez nagyon-nagyon gyakran emlékeztetik el magunkat arra, hogy egy élő hittel írunk, tehát hogy nagyon szép cikkeket tudunk kirakni, de néha fontos ráeszmélnünk arra, hogy fontos, hogy a valódi tartalom ott legyen mögötte, fontos, hogy ott legyen az ima életünk, fontos, hogy ott legyen a szentségi élet. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ebből a szempontból azt hiszem, hogy akkor járnánk, vagy akkor csinálnánk rosszul, hogyha úgy csinálnánk, hogy nem lennének hibáink, mint ha úgy csinálnánk, hogy nem lennének nehezebb időszakaink. Nagyon sok olyan írásunk foglalkozik a kiégéssel, ami külön erre hívja fel a figyelmet, hogy tényleg, ha az év 365 napjában lubickolva imádkozik az ember minden percben, akkor akármilyen furcsán hangzik, de nem biztos, hogy szoros Isten kapcsolata van, mert kellenek ezek a hullámvölgyek a személyes hit kapcsolatában. Én azt hiszem, hogy megvan annak az intimitása, hogy az ember ezt mennyire teszi ki az ablakba, hogy mennyire merre erről beszélni. Az a határ, ameddig még másoknak ez a javát szolgálja. Onnantól kezdve, hogyha ez már egy öncélú dolog, vagy onnantól kezdve, hogy már saját magamat is túlságosan sebezhetővé teszem, onnantól kezdve már veszélyes. Nyilván egy missziós testvértől való talán várják is a fiatalok, nem, hogy merjen önmagáról és a saját küzdelmeiről is beszélni. Hol van az a határ, ahol te meghúzod a választóvonalat, Emmanuel testvér, hogy erről még mesélek, mert segít neked a saját történetem, ez pedig már rám és Istenre tartozik. Ott, hogy mindenképpen vannak dolgok, amit nem merek egy fiatalnak mesélni. Inkább a lelki vezetőmmel beszélek, vagy a testvéremmel. És ők is megértenek, hogy most ez nem nekik való. Mert mindig is úgy vagyok vele, hogy szerzetesként vannak ilyen határ. Bármiben, nem csak beszélgetés, hanem kapcsolatban is, hanem bármilyen, amit csinálok, hogy tudatosan mindig bennem van, hogy szerzetesként vagyok itt. Szóval nem csinálhatok bármit, szóval nem beszélhetek bármit, nem nézhetek bármit, nem, szóval ezeket... Megvannak a keretek, a rendeket. Igen. És erre mindig figyelek. Nem azért, mert jaj, szerzetes vagyok, hogy ne hibázok, vagy hogy, hanem mert példaként kell élnem. Tanulság kell tenni. Ha követek egy nagy hibát, rengeteg fiatal néz rám. És félrevezetek őket. Szóval felelős vagyok. Nem csak most Emmanuel sétál, hanem Emmanuel, aki szalézi. Szóval azt is bennem kell, hogy mindig legyen. És ez segít egy kicsit, nagyon közelebb menni is a jó Istenhez. Erősíteni a kapcsolat vele, hogy tudok a jó irányba mindig haladni. De ez nem jelenti, hogy nem hibázok, én gyalló ember vagyok, mint bárki, de hála Istennek katolikus egyházban van gyónás lehetőség, hogy tudok visszatérni, de igyekszem úgy élni tényleg, mint egy szerzetes. Mert ha nem, akkor hiába vagyok példakép, de más csinálok. Szóval igen, ilyen szempontból a határon belül az nem beszélek fiatalokkal, de a határon kívül teljesen beszélünk. Bármit tudnak is, hogy bármilyen kérdést tudnak tenni, mert nekem nincs hülye kérdés, hanem jó kérdések vannak. Vagy válaszolok, vagy majd elmondom, hogy lehet, hogy mástól kell a választ kérni, mert ez nem az én területem. És mindenki boldog, ők is, én is. Jó étvágyat kívánok ez a csodás desszerthez, és Orbán Zita, hozzátok fordulok elsősorban, mert intenzíven foglalkoztok azokkal, akiket aztán misszióba küldtök, az ő felkészítésük mindkettőtök számára fontos, de igazából a fiúk számára is, lett legyen az akár egy szerkesztőség felkészítése, akár mondjuk az animátorok képzése. Mik ilyenkor a fontos szempontok? Mik alapján tudjátok arra felkészíteni a fiatalokat, hogy a kortársaiknak mondjuk Jézusról beszélnek, vagy egyszerűen csak úgy hallgassák meg őket, ahogy kell? Valóban a közös pont missziónak a felvételi rendszere, ez azért egy komoly felkészítés előzi, meg ugye eleve fölvesszük a fiatalokat, egy komoly mély beszélgetés történik, hogy amielőtt úgy döntünk, hogy jó, akkor te jöhetsz ebbe a misszióba, és eleve három képzés előzi meg az, hogy mi egy fesztiválra ki
kilépjünk. Az első képzés, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez egy ökumenikus misszió, tehát hogy a katolikus, evangélikus, református egyházaknak a közös missziója, és felkészítjük őket tulajdonképpen egymásból is. Van egy ilyen program, hogy liturgikai kukucskáló. Értsük meg, éljük át azt, hogy mondjuk a liturgiában miért fontos az, hogy mondjuk egy katolikus keresztet vet, vagy miért fontos az, hogy tényleg, hogy imádkozunk, milyen dicsőítéseket mondunk, mennyi zsoltárt használunk, miért fontos az, hogy feláll mondjuk egy evangélikus egyháztaga az ige olvasásnál. Tehát, hogy ezek minden ilyen picinek tűnő dologra is, de próbálunk figyelni, hogy ez a fajta elfogadottság, vagy megértés, az megszülessen bennük, és utána pedig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyház tanításaira is beszélgessünk velük az egyházak tanításáról, vagy hát nyilván az alap az közös, de akár ilyen etikai kérdésekben is, hogyha vannak azért olyan területek, ami nagyon kemény kérdések, mondjuk az önkéntesek felé, hogy arra ők hiteles választ tudjanak adni, az egyház válaszát tudják rá adni, és nyilván, hogyha esetleg ez olyan értelemben nehéz, hogy nehezen fogalmazzák meg a fesztiválon, akkor meg ott vagyunk mi lelki vezetők, egy katolikus pap, egy református lelkipásztor és egy evangélikus lelkész minden egyes fesztiválon ott van. Mi is egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy a önkéntesek a betérőknek a támogatói, mi papok pedig az önkénteseknek vagyunk a támogatói és hordozói, de azonban, hogyha szükség van a mi segítségünkre, akkor mi is odalépünk nyilván a betérőkhöz. A tudatosság és a tudás tehát a két kulcs szó, ami elengedhetetlen, ha misszióba indulunk? Hát meg a szeretet. És akkor jó keresztény adásit le is zárhatjuk, de hogy nekem mindig valahogy, ahogy készültem ezekre a vagy tábori felkészítő alkalmakra így az egyházi szolgálatomban, vagy ifjúsági vezetőképzésekre, akkor ahogy így gondolkoztam is, már leírtam minden technikait, meg mindent ilyen, minden módszert és minden olyan dolgot, ami ilyen megfogható, akkor mindig azt éreztem, hogy ez nincs kész, hogy ezek most olyan, mint amikor azt mondanánk, hogy ilyen hard skill-ek, szóval, hogy ez így ahhoz kell, hogy jól vezess csoportot, ahhoz kell, hogy jól szervez meg a rendezvényt, ahhoz kell, hogy nem tudom, jól állíts össze mondjuk egy alkalmat. És akkor ott van az a rész, amit itt végül Zolinál is előkerült a 7-7-7 kapcsán, hogy vagyok én az Isten, és hogy nézek arra a fiatalra, akivel foglalkozni fogok. És itt bejön nyilván az, hogy nem próbálom tökéletesnek mutatni magam, hogy nem arról van szó, hogy én most itt ilyen státuszba kerültem, vagy különböző pozíciókra emeltek fel engem, és akkor én a százados majd bemutatom, hogy nektek hogyan kell élni, hanem arról van szó, hogy hogyan gyakorolhatom a szolgálóvezetést, hogyan tudok szolgálni az ember felé, hogyan tudok kíváncsi lenni rá, hogyan tudom meglátni benne az értéket, hogyan tudom ezt kimondani, visszajelezni, és hogyan tudok szeretettel akár konfliktust is felvállalni és kezelni. És akkor erre én mindig kitértem, akár segédanyagot írtam, akár tréninget tartottam, hogy egy kicsit azért nézzünk magunkba, és legyen ott az, hogy én nagyon szeretem elolvasni Jézusnak a főpapi imádságát, és ezt nagyon sokszor olvastam el a fiataloknak a ilyen felkészítő alkalmakon, mert hogy ott azt mondja, hogy ahogyan mi egyek vagyunk, ők is úgy legyenek egyek. És hogy ennek a mélysége az ilyen még mindig felfedezhetetlen számomra, meg így persze ezen a földön valószínűleg nem is fogom teljesen megérteni, de hogy ott van az, hogy tekintek azokra, akikkel együtt vagyok ebben, hogy tekintek azokra, akik felé teszem ezt, és hogyan tudom Krisztusnak a szeretetét képviselni, és ez tényleg csak úgy lesz, nem lehet egy ilyen két éves képzés során elsajátítani, hogy hogyan tudunk krisztusi módra szeretni, hanem hogy ez tényleg csak a teljes függőségi kapcsolatban, és így talán érthető, hogy mire gondolok, amikor a szeretetet fejezem ki. Igen, én a szeretethez még egy szót hozzátennék, ez a cselekvő szeretet, pont amit most elmondtál, hogy nem csak beszélünk, hanem valóban cselekedjük azt a szeretetet, amit teszünk a fiatalokért, vagy azokért az emberekért, akik megszólítanak, vagy keresik az Istent. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, különben még a nagyon fontos számomra, mint evangélikus Luthernek az a tanítása, hogy ez az egyetemes papság, ami már itt szóba került, hogy minden keresztény ember felhatalmazott arra, hogy vigasztaljon,
hogy áldozatot hozzon a másikért, hogy imádkozzon a másik emberért, és ez maga az a cselekvő szeretet, amit mi nekünk küldetésünk és feladatunk tenni minden emberért, fiatalokért és minden más emberért, akihez küld minket az Isten. És lehet, hogy mondjuk a Balatonparton két lángos között küld, és akkor így kell felkészülten misszióba menni? Miért ne lehetne? Természetesen. Hát, sőt, reméljük. Csak ismételj tudom magamat, hogy ne gondolják azt, hogy ez valami olyan dolog, ami ez nagyon nagy hivatás kell, nagyon nagy elhívás kell, mert ez az elhívás már ott van bennünk, már mindenkiben ott van. Más se kell, mint az, hogy önazonos módon élni az életünket, hogy ne csak a templom négy fala között valljuk meg a hitünket, vagy ne csak a legjobb barátaink előtt beszéljünk arról, hogy mondjuk vasárnap elmentünk szentmisére. Mindig csodálkozom azokon, akik nagy lelkesedéssel beszélnek arról, hogy milyen zenét hallgatnak, milyen sorozatot néznek, nem tudom, melyik fürdőbe jártak éppen a hétvégén, de amikor a szentmise szóba kerül, akkor mintha valami szégyelni való dolog lenne, egyszerűen elnémulnak, vagy az Isten tisztelet. Tehát, hogy csak más se kell, mint egy teljesen normális módon beszélni a saját életünkről és azokról az értékekről. Nem valami varázsszerre kell gondolni, amikor a misszióra gondolunk, hanem arra, hogy egész egyszerűen felvállaljuk azt, amik vagyunk. És itt még egy nagyon fontos dolog, hogy a közös pont misszió az sem teológusoknak a társasága, hanem vannak benne általában nyilván egyetemisták, de hogy tanulnak éppen jogásznak tanul, vagy közgazdásznak, vagy orvosnak tanul, vagy pszichológiát tanul, vagy tanárnak tanul, gyógypedagógiát, tehát hogy bármilyen területről érkeznek a fiatalok azért, hogy fiatalokért szolgáljanak. Emmanuel testvérte milyen üzenettel küldött szolgálatba az animátorokat? Az, hogy tegyenek tanúságot Krisztusról. Legyen Krisztus elsősorban, és kövessenek. Nem ők elsősorban is akarják, hogy Krisztus kövessen őket. Mert ez nagyon fontos. Főleg, amikor az ember úgy érzi, hogy nagyon okos, és elfelejti, hogy az okossága valakitől van. Képes vagyok, megcsinálom. Hát most minek imádkozok? Megvan a tudás. Szóval, hogy ne tegyenek önmagunkat elsősorban, hanem Krisztus. És tegyenek is tanulságot Krisztusról, és hát minden szóljon Krisztusról. Csak minden. Áldást kívánok mindannyiótok missziójára. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönöm. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Ez a beszélgetésünk és az első évad valamennyi adása visszanézhető a Bizony Isten YouTube csatornán. Az Agapé most nyári szünetre megy, de szeptembertől foglaljanak helyet ismét az asztalunknál. Addig is Isten áldja Önöket!